felkérem Mezei Barna professzor urat, az Állam és Jogtudományi Kar Magyar Állam és Jogtörténeti Tanszékének vezetőjét, egyetemünk előző rektorát, hogy tartsa meg előadását. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, amikor a börtönről beszélünk, akkor úgy gondolom feltételezhető az, hogy nagyjából egészében mindenkinek van egy képe róla, információi róla, sőt gondolják, hogy szinte mindent tudnak is róla. Egy kicsit borzongató a történet, de ebből a történetből engedjék meg, hogy néhány elemet kiemeljek. Ezek között, az elemek között mindenképpen hangsúlyoznunk kell azt, hogy a börtön egy rendkívül bonyolult, hogy polgári jogászok nem tudom vannak-e itt, mert ha nem, akkor használhatom azt a kifejezést, hogy veszélyes üzem, amelyik a maga szervezettségében, szerkezetében, biztonsági problémáiban, veszélyességében rendkívüli figyelmet igényel azoktól, akik kezelik a büntetés végrehajtás rendszerét. Emellett közismert, hogy egy totális intézményről beszélünk, amelyben gyakorlatilag megvonjuk a bezártak, a fogvatartottak minden lehetőségét attól, hogy önmagukat ellássák. Ennek következtében a rendszernek gondoskodnia kell az élelmezésről, az egészségügyi ellátástól, a munkáltatásig, az oktatásig, minden olyan tevékenységről, amelyet egyébként normális esetben megszervez magának a fogvatartott, szabadlábon természetesen. És akkor ugyanakkor azt is látni kell, hogy miután ezt a totális intézményt valahol el kell helyezni, majd látjuk, hogy nem mindig börtönökbe helyezik el kell helyezni valahol, ez egy nagyon komoly építészeti kihívás, hogy úgy megszervezzék ezt a bezárást, ezt a fogvatartást, ezt az üzemeltetést és ellátást, hogy abban a szerkezetben lehetőleg hibátlanul menjenek a történetek, mert ha egy börtön elromlik, ott rettenetes dolgok tudnak történni. Akár zárt keretek között, úgyhogy nem tör ki a falak mögül, de úgy is, hogy adott esetben egy börtönlázadás például túl terjed a börtönfalait. És ami tulajdonképpen a föltett kérdés egyik nagyon fontos eleme, ugye, hogy a börtönnek mi az ára, egy elképesztő költséges intézmény. Hát részben azért is, mert meg kell építeni, fönn kell tartani, üzemeltetni kell, és természetesen az őrszemélyzetet, az igazgatási személyzetet, illetőleg hát a fogvatartottakat megfelelő módon kézben kell tartani. Na most, hogyha ennyire bonyolult, akkor azt hiszem, hogy jogos az a megállapítás, hogy ennek ellenére, amióta büntetés van a emberi társadalomban, azóta létezik a börtön, és létezik a börtönnek valami fajta szerkezete, még a legprimitívebb társadalmakban is, ott vermek, barlangok szolgálták ugyanezt a célt, értelemszerűen messze nem annyi céltételezéssel, mint a napjainkban mondhatjuk ezt. Most, ha elindulunk történeti utunkon, és hát ugrunk egy nagyot, mert az ókort kihagyjuk ebből a szempontból, és a középkort vizsgáljuk meg, akkor látjuk azt, hogy itt még kérdésesebb a történet. Tudnélik, a tömlöc, ahogyan a magyar szaknyelvben hívták már kezdetektől a kárcer megfelelőjét, a középkorban a börtön idegen az egész büntetési gondolattól. Tudnilik, azért büntetnek, teljesen egyértelműen, deklaráltan, bírói ítéletekben kimondottan, hogy elrettentsék a társadalom többi tagját attól, hogy újabb bűncselekményt kövessen el. Ha már valakit megfogtak és bírói eljárás alá vontak, akkor figyelni kell erre a történetre. Na most, ha a tömlöc ehhez a kérdéshez nem igazodik, akkor talán igazodik a másik gondolathoz, méghozzá ahhoz, hogy egyfajta megtorló funkciója is van a büntetésnek. Meg van sértve a hatóság, hát hiszen ő azt mondta, hogy valami tilos, és ezt a tilos normát átlépték. Ennek következtében, hogyha fönn akarja tartani a tekintélyét, világosan bizonyítania kell azt, hogy ő képes arra, hogy úrrá legyen a szabályszegéseken.
Vagyis van egyfajta, és itt a megtorlás alatt most nem feltétlenül a véres, brutális gyakorlatra gondolok, de mindenképpen egy választ kell adnia arra, méghozzá látványos választ, amit mindenki lát, arra, hogy ő helyteleníti ezt a magatartást. És végül ott van a bosszú gondolata, az igazság igénye, ami mindenkiben ágaskodik, akit személyesen támadás ér, bűncselekmény áldozata lesz, vagy a családját, vagy a közvetlen lakó környezetét, a szeretteit. Mindenkiben ott munkál az, hogy látni akarja a bosszút, látni akarja, hogy megbűnhődik az, aki törvénytelent, jogtalant, ráadásul sértőt, őt sértőt érint meg. Na most ehhez a feudális rendi társadalomban egyértelműen a büntetés végrehajtást, mint kommunikációt hívták segítségül. Ez volt a lehetőség arra, hogy eljutassák a társadalomhoz, mit szabad, mit nem szabad, és hogy jár az, aki rosszat követel. És ezt következetesen, hát elsősorban ugye, ha középkori kivégzéseket néz az ember, akár képeken, akár filmeken látja ezt, de szinte minden büntetés végrehajtása, míg a vagyonbüntetések, a pénzbüntetések végrehajtását is nyilvánosan hajtják végre, hogy eljusson az üzenet, hogy a társadalom vegye az üzenetet. Na most ebben a képletben egy tömlöc, amely funkcióit tekintve, egyébként a tömlöc egy nagyon bonyolult intézmény, mert a őrültek bezárásától a vallatásig mindent a tömlöcben végeztek, tehát a börtön az nem volt ennyire szép és tiszta, idézőjelben mondom, mint napjainkban. De minden esetre egy zárt intézmény, elsüllyesztve valahol a föld alatt, valahol a városházák pincéiben, a bíró hátsó szobájában, vagy a hóhérházában adott esetben az alsó tömlöc, amelyik mindig föld alatti. A lényeg az, hogy az üzenet nem jut át. Egy tömlöcön hogy tud átjutni? Mindent elkövetnek. Kihurcolják a szennyes, mocskos, összetört, éhező rabokat, és végighajtják az utcákon, hogy de hát ez messze nem ugyanolyan hatású, mint az, amit a adott esetben egy kivégzésen, vagy egy korbácsoláson, vagy egy megszégyenítő kikötésen keresztül láthat az ember. Ennek ellenére ott van a tömlöc végig, és az kell ehhez, hogy valami változás következzen be, hogy a szabadság értéke megváltozzon a társadalomban, és ez pedig lenne egyértelműen a felvilágosodás korában érkezik el. A felvilágosodás a szabadságot, az emberi szabadságot egy fókuszba helyezi, ennek következtében a szabadság elvonása is alkalmas arra, hogy büntessenek vele, tehát egy újfajta képlet jelenik meg a lehetséges büntetések között. És ugyanakkor azt látjuk, hogy a felvilágosodás gondolkodói, illetve amennyiben hatásuk van, a hatásuk alatt álló hatóságok döntően a halálbüntetés ellen lépnek föl, illetőleg a különféle az emberi méltóságot sértő büntetések ellen, a testi büntetések, megszégyenítő büntetése, hát még a kényszermunka, a munka az marad azért, de a nyilvános kényszermunka büntetés ellen föllépnek. Ezeket akarják megszüntetni. De azért az érdekes, hogy hogyan közelítik meg a felvilágosodás gondolkodói a szabadságvesztést. Cesare Beccariát valószínűleg sokan ismerik ebben a teremben. Ő az egyik Voltaire és Rousseau mellett az egyik nagy alakja a felvilágosodás irodalmának. Hát elsősorban büntető jogban utazott, hiszen ő az abolicionizmusnak, a halálbüntetés eltörlésének volt az apostola. És azért, mert törekedett a halálbüntetés eltörlésére, helyette kellett valamit ajánlania, ha már nem akasztunk, nem ölünk, nem nyakazunk, akkor helyette valami mást, ami felér vele, hát ő a szabadságvesztést ajánlotta. Ez egy egészen másfajta megközelítés, nem a szabadság oldaláról közelített, hanem éppen a szabadság elvonásának oldaláról. Brutális állapotokat képzelt el a börtönben, még a rendi tömlöc állapotoknál is rettenetesebbet,
és hosszú távú büntetést képzelt el azért, hogy szenvedjen az, akit oda bezárnak, és a társadalom elégedett legyen. Az elrettentés, a megtorlás és a bosszú hármasa érvényesüljön a börtönön keresztül. Ezt csak azért mondom el, hogy a felvilágosodás az nem feltétlenül emberbaráti megközelítésből változtat és támadja a halálbüntetést, és hozza be a szabadságvesztés büntetést, amit ráadásul, hát ez Beccaria gondolta, hogy nyilvánosan kell végrehajtani. Hát azért nyilvánosan, mert valahogy a nyilvános kommunikáció helyébe kell állítani a történetet. Na most azt azért ehhez a képlethez mindenképpen hozzá kell tenni, hogy nem, és aláhúzni, hogy nem az emberiesség volt a legfontosabb kérdés, bár az emberi méltóságot az indoklásba bekeverték, hanem az igazságosság. Azt mondták a filozófusok, elsősorban nem jogászok dolgoztak ezen, hanem filozófusok, azt mondták a filozófusok, hogy csak az a helyes büntetés, ami igazságos büntetés. És mi az igazságos büntetés? Az a büntetés, amely arányban áll a bűnnel. Ezt hogy állapítjuk meg? Na, ez majd a büntetés végrehajtásra vár, és a büntetőjogászokra vár. De hogy van társadalmi haszna a büntetésnek? Az, hogy megtorlok, az, hogy bosszút kielégítem, a bosszúvágyat kielégítem? Nem. Egy új célrendszer jelenik meg, amely új célrendszerben vissza akarom vezetni a bűnelkövetőt a társadalomba, mint megjavult a társadalom helyes tagja, és hogy miért teszem ezt? Azért, hogy tegye jóvá azt, amit elkövetett. Dolgozzék, és a munkájával ellensúlyozza azt, amit elkövetett, már amennyiben ez egyáltalán ellensúlyozható, és természetesen emellett bűnhődjön is. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy a felvilágosodás képviselői, azok nem voltak nagy pártolói a börtönnek, tudnilik egyértelműen hiányzik szerintük a rendszerből az, amire utaltam az imént, az utalás és az üzenet, a társadalomnak küldött üzenet. Valamit ennek a helyébe kell állítani, ahogyan gondolkodik Beccaria azon, hogy hogyan lehet helyébe állítani a halálbüntetésnek a kemény szabadságvesztés büntetést, úgy gondolkodnak ők arról, hogy hogyan lehet ezt az elzárt teret is üzenetté formálni. Erre a korabeli szakirodalom elég világos és határozott állásfoglalást mondott. Nem lehet a fő célt, az elrettentő célt kiküszöbölni a büntetésből, legyen akármilyen is ez a büntetés, és ezt a hiányt valami módon pótolni kell. Na most valójában a történelemben az a folyamat zajlik le, amikor egy nagyon fontos szerepet a büntetés végrehajtásban, a vérpad szerepét, a nyilvános végrehajtás szerepét végső soron átveszik, ez az, amit Dülmen egyértelműen a rettenet színházának nevezik, egy új szóhasználat szerint átveszik a rettenet emlékművei, vagyis a börtönök. A középkorból átlépünk az új korba, vagy legújabb korba, ahol már a falak kell, hogy üzenjék ugyanazokat, amit korábbiakban a hóhér véres munkája üzent. És az architektúra itt a segítségére sietett a büntetőjogászoknak, mert azt mondja, hogy képes arra, hogy ezeket az üzeneteket konvertálja. Képes arra, hogy ronda, szürke falaival, rácsos ablakaival, erődszerű építkezéseivel, az első pillanatban már közvetíteni, hogyha így ránéznek az utcán, mikor sétálnak, azonnal fölismerik, hogy az egy börtön. Mert annak olyan jellegzetességei vannak.
Tehát olyan épületeket kell építeni, ezek az első nagy európai, már modern értelemben épített börtönök, amelyek eredetileg nem várak, hanem börtönnek épített börtönök. Milbank Angliából, ez a keleti börtön, a legendás csillag alakú börtön első modellje Amerikából, Pennsylvaniából, és a New Yorki Auburn State Prison, amelyik az úgynevezett hallgatórendszertnek nincs jelentősége, de szintén ezt üzente. Tessék megnézni, fenséges, hatalmat sugárzó, ugyanakkor zord, szürke és szomorú képleteket mutat. Ugyanezt az üzenetet küldi el egyébként, és ez az elrettentés képlete, küldi a fogvatartottnak. Parányi életteret hoz létre, amelyben szinte csak létezni lehet, csak aludni lehet, és ebben az élettérben a rendkívül szűk, egyébként a tömlöcből örökölt eszmékbe, szűk képletekbe próbálják bezsúfolni a fogvatartottakat, és azt üzenni, hogy itt nem jobb. Azért, mert ellátunk benneteket, itt nem jobb. És kérem szépen, hát ez a történet vezetett el oda, hogy egyáltalán fölvetődik a börtön árának a kérdése. Mibe kerül mindez? Elképesztő költségeket jelent az, hogy ezt az épületet meg kell tervezni, hogy ezt az épületet meg is kell építeni. Nem véletlenül Amerikába fejlődik nagyot a börtön ügy, mert a 19. században dübörög a gazdaság, rengeteg pénz van, és semmi előtörténet. Tehát vadonatújonnan építik föl a börtönöket, és hozzák létre. Aztán nyilván ezt az épületet fenn kell tartani, nyilván személyzetet kell tartani, attól függően, hogy milyen a börtön rezsimje, tehát hogy magányos zárkákba zárják-e be, ahol jól őrizhetők önmagukba építészetileg, vagy közösen tartják a fogvatartottakat. Ott a személyzet jelenléte és számossága is rendkívül fontos. A fogvatartottakat, mint említettem, volt a totális intézményből fakadóan el kell látni. Kezdetben nem igazán, de a 20. században már egyértelmű elvé válik, hogy nem lehet tőle megvonni a munkához való jogot, részben a öngondoskodás okán, részben pedig a foglalkoztatás okán, és gondoskodni kell az oktatásról, nevelésről, lelki gondozásról. Ez mind elképesztő mennyiségű pénzbe kerül, de a másik oldalon ott van a haszon, azt tudnilik, hogy vissza tudom vezetni a társadalomban a megnevelt és átgondolásra sarkalt, szabadon eresztett fogvatartottat és elkövetőt, és többet nem fog elkövetni ilyen kérdést. Csupán egy-két villanásszerű információ arról, hogy milyen problémát jelentett ez a kérdés, hogy mibe kerül és mennyibe kerül. Széchenyi a kelet népében rendkívüli módon fölháborodott az 1841-ben, a 40-es országgyűlésen kiküldött, 41-ben dolgozni kezdő börtönügyi bizottság álláspontján, amelyik magányrendszerű, tehát magánzárka rendszerű épületeket képzel el Magyarországon. Meg kell, hogy jegyezzem, hogy ekkortájt Magyarországon nincs börtön. Tehát országos börtön egyáltalán nincsen a 1840-es években, és a vármegyék is tömlöcöket tartanak, fönn a városok is tömlöcöket, tehát egy-két nagy helység valahol, ahol jól elzárhatók a rabok. Széchenyi föl van dúlva azon, hogy micsoda álmodozás Amerika és Anglia szintjén arra gondolni, hogy Magyarországon börtönöket lehet építeni. Az 1843-as javaslat, amely a végeredménye volt ennek a deputációs munkálatnak, 10 kerületi börtön felállításáról gondoskodott. No, és hát, hogyha ezt a rendszert végig gondoljuk, akkor Magyarország egy teljes évi költségvetését vitték volna el ezek a büntetés végrehajtási intézmények, amire jogosan mondja Barkóczi János gróf az országgyűlés főrendi tanácskozásain, hogy elgondolható ez épésszel, hogy egy ilyet meg lehet szavazni.
Miközben Magyarország a reformlázában ég, és mindenki át akarja alakítani a büntetés végrehajtás rendszerét. És hogy lássuk azt még, hogy a későbbiekben sem nagyon javul a helyzet, 1853-ban az osztrákok bevezetik Magyarországon az osztrák büntető törvénykönyvet, amiben csak szabadságvesztés büntetés van. Elkezd hatályba lépni, és elkezdenek szabadságvesztés büntetésre ítélni a bíróságok. És mi derül ki? Hogy nincs hova bezárni őket. És akkor 53 és 56 között egy hihetetlen fenyintézet fejlesztési program indul, de megint ott a probléma a pénz, hogy nagy enyedet leszámítva, amelyik épített börtön, mindegyik valamelyik korábbi várba van beletelepítve, vagy mint Vácott, ugye ott hát az éppen a legutolsó állapotában laktanya volt, azt megelőzően nevelőintézet, de Tébolyda is volt átmenetileg, Mária Nostra és Lepoglava mind a kettő kolostor volt. Magyarul a kormány nem áldozott arra, hogy börtönt építsen, mert nagyon sokba került, ellenben beletett totális intézmények funkcióit szintúgy kiszolgálni képes keretekbe betette a büntetés végrehajtást. Egy kis a század vége felé, a dualizmus fellendülésekor egy kis üdítő villanás, jön a tiszai árvíz elsöpri Szegedet, ezért aztán a szegedi újjáépítésnél megszületik a döntés, hogy na jó, akkor belefér a költségvetésbe, építsünk egy börtönt. A másik, a Sopronkőhida, az pedig egy cukorgyárból átalakított rendszer. Megint ugyanott tartunk, nincs elég pénz, nem lehet kellőképpen és jól megépíteni ezeket a dolgokat. És akkor záró megjegyzésként, 2015-ben a kormány indított egy büntetés végrehajtási intézet építési programot. Ezeken a helyeken lett volna büntetés végrehajtási fejlesztés. Négy ebből, az első négy, azt tudjuk, melyre kiírták a közbeszerzési eljárást, 3.937.000 forintba került volna, millió forintba került volna, nettó. Eredménytelen lett a közbeszerzési kiírás, ilyen áron senki nem vállalta a büntetés végrehajtási intézeteknek a működését, úgyhogy a jelenlegi megoldás az, hogy úgynevezett konténer börtönöket építettek, azon jól látszik, hogy ilyen elemekből van összeigazítva, ilyen konténer elemekből magában az intézményben, ez egy nagyon jó zárka, a konténerekben nincs víz és WC, ezért egyébként a fogvatartottak nagyon kedvelik, tehát kifejezett kedvezményként élik meg, hogy ott lakhatnak, mert amúgy nagyon korrekt az elhelyezés, csak mozoghatnak, tehát a körleten belül mozoghatnak. Jelenleg ott tart a magyar büntetés végrehajtás, hogy ezzel a konténerekkel 10 magyar büntetés végrehajtási intézet udvarán építettek fel 200-200 főre alkalmas konténer börtönszárnyakat. Ezzel pillanatnyilag megoldódott az, amit annak idején a sajtó börtönbiznisznek nevezett. Kérem szépen, a börtönáráról rengeteget lehetne beszélni, én ennyit gondoltam összeszedni röviden, történeti kalandként. Köszönöm szépen a figyelmüket!